Petőfi 1823. január 1-én született, a bicentenáriumi program sorozat is már az év elején megkezdődött. A Mozdulj Petőfi YouTube csatornán Mészáros Gábor színművésszel járhatjuk be a költőhöz és az 1848-as szabadságharchoz kötődő vajdasági helyszíneket. De lesz Petőfi iskolák találkozója Doroszlón, három vajdasági településen is szobrot állítanak az idén a költőnek. A Zentai Magyar Kamara Színház két előadásban is megidézi a költőt, a János Vitéz mellett Szendrei Júliával való házasságáról is készült színpadi produkció. Az amatőr színjátszók találkozóján a Bolondistókot mutatják be, a Tanya Színház pedig a Helység Kalapácsa című népies színművel turnézik az idén. A VM4K Vajdasági Magyar Képző Kutató és Kulturális Központ több mint 50 együttműködő partnerrel közösen egy egész vajdaságot átfogó és megmozgató programsorozatot készít, illetve szervez Petőfi születésének 200. évfordulója kapcsán. Az egész programsorozattal az a célunk, hogy minél több generáció, minél több vajdasági magyar közösséget érintő témát boncolgassunk, és minél több generációhoz eljusson ez a programsorozat, de hát nyilván Petőfiről gondolkodnánk itt, tehát azt szeretnénk, hogyha egész vajdaság megmozdulna Petőfi nevére. Petőfi költészetét közvetlenségének, népies fordulatainak és a magyaros, azaz ütemhangsúlyos verselésnek köszönhetően a népdalokhoz hasonlóan közelinek érezzük. Számos költeménye pedig ténylegesen is a folklór részévé vált. Nekem Petőfi gyermekkorom óta ideálom, rajongok érte, és úgy éreztem, hogy tartozom ezzel, hogy ezzel az előadással, hogy előadjam a verseit, persze dallammal együtt. De most nem én szereztem dallamokat, egyébként írok vajdasági költők verseire dallamokat, hanem tisztelegni szerettem volna azok előtt is, akik az ő verseire régebben írtak dallamokat, Egressy Béni, Szabadi Frank Ignác, és így tovább. Még Arany Jánostól is van itt egy dallam. A Petőfi emlékév külön megszólítja a legfiatalabbakat. A szavaló versenyek és irodalomtörténeti vetélkedők mellett illusztrált mesekönyv is készül, és egy mobil interaktív kiállítás, a Petőfi busz is járja majd a vajdasági településeket.